start elindult a verseny, nem hazudtolja önmagát, meg Jumeirah a beach ezúttal is nagyon gyengén kezd, de ékirást adja sem sikerült tökéletesen. Respectation megy elvezetni, mögött ott van kívülről Nadály, aztán érkezik és Royal Force, a favorit line buszkája közeli ötödik pozícióban látszik, és hát legalább 8-10-12 hossza szakadva jön a két gyengén startoló, aki közül Jumeirah beach megkezdi az árkódást, ékirá egyelőre nagyon-nagyon halványan mozog, és szinte reménytelen helyzetben Respectation hozzá lovakat majd az utolsó ezerre. Nadály mellett most már Royal Force lassacskán elmenni látszik. Géner Boy és Light Blue Sky is nagyon-nagyon jól tartja magát. És szép lassan, vagy nem is annyira lassan megérkezik mögéjük. Jumeir a kérdés, hogy marad-e majd ereje még a végküzdelemre. Még mindig jár a frontban, és a mezőny elhagyta most már a 800-as táblát. Másfél-két osszal jönnek mögötte a többiek Géner Boy vezetésével. At a Royal Force-nak vannak problémája kanyarba. a kanyarban. A Sky viszont el tud jönni a falon, és a favorit megkezdi most már az zárkózás inspection mögé, Géner Boy hátán pedig Jumeiro Beach is fel egyértelműen úgy tűnik, hogy versenyben van. Akkor, amikor az utolsó 600 métert kezdi a mezőny, akkor Light Blue Sky könnyen kézből felsétál most már a vezető mellé, mire a mondat végérek már ott is van előtte. Light Blue Sky megnyerheti a versenyét, ami nagyon-nagyon érik neki most már két éve, mögött a Respectation, biztos másodiknak tűnik Géner Boy, harmadik helyét, talán Jumeiro Beach veszélyezteti, a többiek nagyon-nagyon messze vannak. Light Blue Sky pedig Koricsán ki virággal hozza a kötelezőt, és meg fogja nyerni a Gencsi Tibor emlékverseny Visegrádi díjat. A végén azonban ő sem tűnik már túlságosan frissnek. Ez is azonban elég ahhoz, hogy könnyedén húzza be ezt a versenyt. Light Blue Sky nyerő, Respectation, és végül Jumeira Beach erősebb a finisben, mint Géner Boy. Ők az első négy helyen.